mai mérkőzés nagyon fontos lett volna számunkra, mivel a kieső helyen telelt a csapat. Úgy készültünk, hogy az első fordulóban már megpróbálunk pontokat szerezni, de sajnos az élet ezt átírta. Az élet folyamán még olyan problémákkal küzdöttünk egyáltalán, hogy létszámban meglegyünk, és addig-addig sikerült összehozni a csapatot, hogy még két csere is lett a felnőtt csapatnál. Sajnos ennek meg is lett a hátránya, mert a végén ember hátrányba fejeztük be a mérkőzést. Maga a mérkőzésen a toponál dominált végig, sajnos nekünk is csak ilyen epizód szerepek jutottak. Próbáltunk zártan védekezni, ami többé-kevésbé sikerült is. Viszont ami várható volt, előbb-utóbb föltörtek bennünket. Kapott gól után kicsit összezuhantunk, végre elfáradtunk, két sérülést szenvedtünk, mikor nem volt cserém, úgyhogy sajnos nem volt sanszunk a pontszerzésre. Gratulálunk a toponálnak. Jó, jövő héten? Jövő héten Segesdre megy a csapat, ahol kiásősi rangadót vív, úgyhogy reméljük, hogy tudunk javítani. Előzetesen egy kicsit tartottam a mérkőzéstől, hiszen itt Csurgón legendásan nem szokott nekünk menni, mindig parázs mérkőzéseket szoktunk játszani, és általában vesztesen hagytuk el a pályát. Hála Isten ez nem így történt, és végig uralva a mérkőzés, végig kézben tartva a dolgokat, rengeteg helyzetet kidolgozva. Ilyen arányban is azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Jövő héten. Jövő héten a Balatonkeresztúr csapatát fogadjuk. Ősszel elég súlyos vereséget szenvedtünk ott, most szeretnénk nekik ezért visszavágni, és hazai pályán mindenképpen a győzelemre törekszünk.